Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése hogyan közeledik hozzád, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt ezek a kártyák mutatják. Az első képen az érmék láthatóak, utal az anyagi helyzetére, vagy a munkájára. Itt nincs meg az egyensúly. Az jelentheti azt, hogy rendbe kell hoznia az anyagiakat. Vagy van egy munkahelyi ajánlat, és ő elgondolkozik azon, hogy legyen-e változás a munkát illetően. Igen vagy nem, tehát nagyon vacilál. Amit az aranyérmék itt még jelentenek, ezek a belső értékek. Mi vagy ki értékes számára. Ezt is rendbe kellene hoznia. De van itt egy ilyen belső kihívás. Tegyem vagy ne tegyem, ez jó-e vagy rossz? Azon kívül ez a kártya utalhat támadásokra is, és itt védenie kell magát. A harmadik képen ez a királynő téged szimbolizál, és utal a levegő elemére, a könnyűségre, és szimbolizálja a kommunikációt. Ezekről a dolgokról szeretne veled beszélni. Lehet, hogy kéri a véleményedet, vagy szeretné, ha te adnál tanácsot számára. A következő képek arra utalnak, mit fog tenni irányodba. Itt látható egy özvegy férfi. Az lehet, hogy van egy idősebb úr a környezetében, vagy az apukája, aki befolyásolja őt. Mivel itt pénzről is szó van, és az özvegy férfi utalhat egy örökösödési ügyre is. Lehet, hogy valaki pénzt akar tőle, és itt van ez a kihívás, és ez a küzdelem ebben az örökösödési ügyben. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez az özvegy férfi jelentheti azt, hogy ő egyedül van, magányosnak érzi magát, és a pénz jelenti az anyagiakat vagy a munkáját, de a belső értékeket is. Te értékes vagy számára, és megvannak itt a vágyak, a remények, az álmok, hiszen gondol rád, és ő úgy érzi, hogy te is gondolsz rá, és vársz arra, hogy ő jelentkezzen nálad. És ki vagy mi befolyásolja őt, az itt látható. Itt voltak hölgyek a múltban. Ezek lehettek baráti kapcsolatok, vagy valaki a családból, vagy egy ex-partner nő, viszont ő lezárta ezeket a kapcsolatokat, hiszen hátat fordít a hölgyeknek, és itt látható, ugyanúgy, mint az özvegy férfinél, hogy ő egyedül van, egyedül érzi magát. Ő most lefele tekint, de te ott vagy előtte, és ez a hölgy itt téged szimbolizál. Lesz itt egy közeledés, és hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok, az itt látható. Itt vannak a kelyhek,
és azok utalnak érzelmekre. Tehát megvannak az érzelmek kettőtök között. Te vársz rá türelmesen, de nem veszed észre a lehetőségeket, nem tudod azt, hogyan közeledik hozzád. És ha ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, akkor te bizonytalan vagy, mert nem tudod, hogy hihetsz-e a szavában. Holott itt megvan köztetek ez a sors kerék, és az azt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött. Tehát ez a kapcsolat nem véletlen, mert így van megírva a sorsok könyvében, így van megírva a csillagképekben is. És mi a jövő? Ezt mutatja itt a kártya. Itt nagyon sok víz látható, ami az érzelmekre utal, tehát mély érzelmekre, és itt lesz köztetek egy kapcsolat, ahogy a delfinek így a háttérben mutatják, hiszen itt szerelemről van szó, mély érzelmekkel. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!